Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Változik a kisteleki zöld hulladék elszállítása. Az eddig használt zsákokat egy gyűjtőedény váltja fel a jövőben, amelyet már át is vehettek a lakosok. Mekkora segítség önnek ez, hogy most kapott egy ilyen gyűjtőedényt, és akkor ebben tud majd gyűjteni? Nagyon nagy segítség, mert könnyen, hogy mondjam, nem kell más edénybe, tehát összekeverni a többivel, hanem szét lehet komolyan válogatni. Hát a gajnak, a vastagabb gajaknak arra majd találunk ki megoldást. Kivisszük az erdőbe például. Ugye ez egy 120 literes gyűjtőedény, igen. Mi fér bele önöknél ebbe pontosan? Hát, hogy mondjam, az az igazság, hogy fával van körül az egész területünk, ott a Bem utca, meg a Gőzmalom sarok mellett, a tűzoltó parancsnok mellett lakunk totálisan, és hát apró gaj az van rengeteg, sok. És azok mind ide jöhetnek, ugye, ami komposztálható. Falevél, stb. Bár a falevelet azt én használom a saját kertembe. Ön is megkapta már itt az új gyűjtőedényt. Miben segítheti ez az ön háztartását a jövőben? Miben segítheti? Hát az öt hulladékot fogunk belepakolni, és aztán azt elviszik nekem. Nem kell nekem elcipelni, egyéb kellemesebb a dolog. Eddig hogyan történt önöknél a zöld hulladék gyűjtése? Ugyanígy, csak nem kukába, hanem zsákba. Ami apró hulladék volt, a gajas hulladékot meg kévébe kötöttük, és azt vitték. Mennyi hulladék, illetve milyen típusú hulladék férhet ebbe a gyűjtőedényben a jövőben? Azt majd kiderül, hogy mennyi fér bele, nem tudom. Fűből, falevélből biztos nem lesz elég, mert abból körülbelül 6-szor ennyi szokott összegyűlni tavaszra. A gólyas meg nem tudom, hogyan fog beleférni, úgyhogy már lehet gondolkodni, hogy ezután hogy fogom megoldani a szállítást. Mennyire figyelnek arra, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot otthon? Van külön kommunális hulladékgyűjtő, ugyanilyen kokában, van külön szelektív gyűjtő kokában, azokat is külön szedjük, plusz még most már az öt hulladék harmadiknak. Ezek kerékkel ellátott gyűjtőedények. Elmondhatjuk, hogy a jövőben sokkal könnyebb lesz ez csak kitolni a ház elé? Attól függ kinek. Mivel eddig nekem nem volt, én taliskával ugyanígy kitoltam. Tehát megoldottuk a kérdést, de most már őt cibáljuk taliska helyett. Ön mire fogja ezt a gyűjtőedényt használni a jövőben? Mennyi zöld hulladék keletkezik önnél? Hát két hetente egy kukával. Fűnyírás. Másra nem tudom használni. Gajat azt nem lehet beletenni, mivel hogy az kevés neki. Sajnos egy baj lesz ebben, hogy majd kint a külterületen szaporodnak a szemétlerakók. Én ennyit tudok mondani. Ugye a zöld hulladék mellett szelektív hulladékgyűjtés is történik itt a városban. Ön figyel rá, hogy szelektíven gyűjtsön? Igen, évek óta szelektíven gyűjtjük a hulladékot, úgyhogy nálunk ez megszokott dolog már. Mennyi zöld hulladék szokott önnél keletkezni? Hát azért összegyünk, két hetenki mindig összegyünk, egy-két kép zsák, mikor mennyi. Attól függ, hogy ha úgy veszük az egészet, hogy a magában az őt, akármi, ha több van, akkor biztos, ha több, ha nem, akkor mi kevesebb. A kertő függ persze. Kertő függ, igen. Ez most egy 120 literes kuka. Mennyi hulladék fér ebbe bele? Hát nem túl sok. Nem tudom, majd lássuk. Mindegy, ez is jó. El kell fogadni az, ami van. Ketten érkeztek. Hogyan történik ennek a hazaszállítása? Most a barátnőm segít, mert én le vagyok robbanva. Örül ennek az új tárolóedénynek? Hát igen, mert a zsákok azok szétszakadoznak. Jó lesz ez. Mennyi zöld hulladék szokott keletkezni az ön háztartásában? Hát 10-12 zsákkal van az egy őszön, sok a falevél. A mai napon lehetett átvenni ezeket az új tárolóedényeket. Milyen iratokra volt itt szükség? Csak a személyigazolványra, meg a lakcímkártyára. Mennyit kellett sorban állni? Hát egy fél órát álltam azért sorban. De elmondhatjuk, hogy megérte ez a várakozás, sokkal könnyebb lesz ezentúl a hulladéknak a gyűjtése és az elszállítása is. Egyszerűbb lesz. Ön is átvette már az új tárolóedényt? Tegnap átvettem én is,
Most még eljöttem, mert Valérka ugye beteg volt, és mondom, segítök neki. Miben segített ez a jövőben? Mindenben. Mindenben, a hulladékot nem szabad otthon tárolni. Nem szabad. És ha egyszer ezt meg tudják csinálni, mondom, én is hiába mekkora halmot, meg trágya mondják, de hova tögyem, mit csináljak vele? Nem, már én nem is bírom megcsinálni. Oda bejönni nem tudnak bejönni, mert kicsi a... Szóval én nem tudom főszántatni, hogy kihordom. És így ugye tiszta, olyan, most őszintén olyan tiszta a kertem, gaz van benne, azt meg a tyúkoknak összeszedem. De az olyan dolgot, amit már nem tudok mit csinálni, akkor a szőlővenyigétől kezdve, azt is minek hordjam, gázzal tüzelök, vagy hogy mondjam, nem... Ugye ezek kerékkel vannak ellátva, hogy a jövőben cipekedni sem kell. Na ez az, már most minden edényöm ilyen, mert volt fekete kukám, az kommunális, és olyan nehéz volt, hogy nem bírtuk kivinni, akkor vettünk ilyen gurulósat, aztán meg kaptuk mindig is a gurulósat. A papírra is azt kaptam, meg most erre is azt kapom. Idén nyáron is gyermekfelügyelettel készülnek a kisteleki óvodákban. Stábunknak Huszkáné Tóth Ildikó, tagintézmény vezető számolt be a részletekről. Június 8-ától az óvodákban itt Kisteleken elindul a nyári időszak. Hogy alakul ez az időszak? Hát először is előre bocsájtanám, ugye, hogy lássák a szülők is, vagy akit ez érdekel, ugye az egészet ámblok, mert abból tudjuk majd kiragadni ezt a nyári időszakot. Tehát az óvoda tulajdonképpen január 1-től december 31-ig üzemel, működik, de vannak olyan időszakok, ami mondjuk szeptember 1-től, május 31-ig, ezt hívják úgy, hogy szorgalmi időszak, tehát ekkor vannak foglalkozások, minden csoport külön van, és mindenki a saját csoportjába, a pedagógus a saját tevékenységeit folytatja, és van a nyári időszak, ami igazából június 1-től augusztus 31-ig tart. Ebben az időszakban, tehát törvényileg előírt, hogy ebben az időszakban próbáljuk meg kivenni a szabadságokat, ebben az időszakban ajánlatos ezt megtenni minden dolgozónak, és hogy nagyon kevés olyan időszak legyen ugye az év, a szorgalmi időszakban, amikor ez megtörténik. Ezért aztán mi is ehhez igazodva, meg a gyerekek igényeihez, szülők igényeihez igazodva is, most úgy döntöttünk, hogy nem június 1-től kezdjük meg a nyári időszakot, hanem egy kicsit belemegyünk még itt a júniusba, és még ez az első héten egy teljes hetet volt mindenki a saját csoportjával, és most június 8-ától, ahogy te is említetted, valósul ez meg. A nyári időszak egy kicsit más, mint a rendes szorgalmi időszakban az élet. A nyári időszakban, ugye mivel elkezdjük kiadni a szabadságokat, itt már nem csoportok vannak, hanem inkább ilyen tehát összevontan vannak a gyerekek, azzal az óvónénivel, óvóbácsival éppen, aki éppen nem szabadságon van, hanem dolgozik. Tehát a pedagógusokat ne úgy keressék ilyenkor a szülők, hogy az ő csoportjához tartozó, mert nem valószínű, hogy fog vele találkozni, vagy nem is úgy, hogy aki délelőttös szokott lenni azon egyetlen, az akkor délelőttös, hanem lehet, hogy épp délután dolgozik, tehát ez változó ilyenkor, és a gyerekek is az udvaron gyülekeznek reggelente, jó idő esetén, ha nem jó az idő, akkor meg egy meghatározott helységben, valamelyik csoportszobában, általában ilyenkor úgy szoktuk, hogy ugye két szárnya van az óvodának, és ilyenkor a gyerekek is kétfelé vannak véve, mondjuk rossz idő esetén, jó idő esetén pedig korosztály szerint vannak, a kiscsoportosok a kiscsoportos udvaron lesznek, a többi gyerek, a középső és nagycsoportosok a nagy udvaron. És a délelőtt, és sőt az egész napot szinte itt szervezzük, ide szervezzük. Van asztali játékokat, rajzolási, gyurmázási lehetőséget szoktunk biztosítani, és emellett ugye az összes udvari játékot, és ha nagyon jó idő van, akkor van lehetőség arra is, hogy kicsit ott hátul a medencébe fürödjenek.
Na most ez sok mindentől függ, tehát a játékokat tekintve, és ugye olyan játékokat nem nagyon tudunk az udvarra kihozni, ami mondjuk papírból van, stb., mert az ember vigyáz a játékokra, inkább ilyen kicsit ilyen fajátékokat próbálunk ilyen asztali játékként itt szolgáltatni a gyerekeknek, meg kis vizuális, mondjuk festeni lehet ilyeneket, tehát ezeket szeretik is csinálni, darabolni, mert ezt itt el lehet vele dolgozni, de mégis inkább a mozgásos játékokra helyezzük a hangsúlyt ilyenkor. Ami még jellemző, hogy nyáron ugye a nagyok nem alszanak, ők az udvaron szoktak lenni, a többi gyerek pedig két részletbe, tehát van háló, szerűen vannak elrendezve a termek, és van olyan, amelyikbe csak aludni járnak be, ugye van, amelyikbe mondtam meg játszani. És mivel a gyerekek létszáma nem nagyon szokott itt júniusban még csökkenni, nagyon nehéz megoldani azt, hogy ugye megvalósulhasson az, hogy a gyerekek felügyelete teljes mértékig ellátásra kerüljön, mert a gyerekek 90%-a júniusban még jár óvodába. Ezért is, tehát a szabadságok miatt is kértük a szülőket arra, hogy aki otthon van, mondjuk kis tesóval, vagy a munkája olyan, vagy egyáltalán mondjuk ebben az időszakban például nem dolgozik, legyen szíves, próbálja már meg a gyermeke ellátását biztosítani otthon. Volt, akik éltek ezzel a lehetőséggel. Ugye ez egy összevont gyermekfelügyelet itt az óvodában. Ez miként tud megvalósulni? Illetve az óvoda is bezár egy rövid időszakra. Itt hogy történik majd a felügyelet? Tehát ahogy mondtam, összevont csoportok vannak, és így valósul meg udvaron általában, nyári tevékenységként, játék formájában. És igen, tehát ebben az időszakban azért van egy olyan rész, amikor nagy takarítások vannak, rendezések vannak, tehát az udvar, a környezet, a belső terek rendezése, tisztántartása, takarítás, ami ugye működik egész évben is, de ilyenkor ez egy nagyobb volumenű, és erre egy hónap, meg hát egyébként ez a most a június 26-tól egészen július 26-áig zárva tartanak tart a mi óvodánk. Na most ez alatt az időszak alatt sem maradt felügyelet nélkül az a kisgyerek, akinek mondjuk anyukája, apukája is dolgozik, és nem tudja megoldani, nincs nagyszülős, hogy megoldja a gyereke ellátását napközben. Ezért aztán, bár ha ilyen helyzet előfordul bárkinél is, akkor két hetet viheti a másik óvodába a kisgyerekét, tehát most jelen esetben a Hét Színvirág óvodába. Ha viszont esetleg valami közbe jön, ettől eltérő is lehet az az időszak, amit ott eltölthet. A másik, augusztusban ugye a mi óvink van most idén nyitva, tehát mi meg olyankor, majd a Hét Színvirág, amelyik akkor bezár, onnan várjuk a gyerekeket vissza, tehát azokat, akik ott oda járnak, de az ügyelet szükséges nekik arra, hogy a szülő tudjon dolgozni, menni. Június 8-án rangos elismerést vehetett át a kisteleki kígyógyógyszertár. Stábunknak dr. Szigetiné, dr. Szilágyi Ildikó gyógyszertár vezető számolt be a sikerekről. Rangos elismerésben részesült a kisteleki kígyópatika. Mit lehet tudni erről a díjról? Ezt az ország egyik legnagyobb nagykereskedőjétől kaptuk, a Hungarofarmától, és ezzel a díjjal az innovatív beruházásainkat jutalmazták. Néhány évvel ezelőtt, még a Covid előtt átalakult a gyógyszertár egyrészt egy szabadpolcos rendszerré, ami azt jelenti, hogy minden, ami törvényileg lehet, az nálunk szabad polcon található, és a betegek hozzáférnek. Ennek óriási előnye az, hogy a vásárló úgy tájékozódhat róla, hogy ez bármilyen kellemetlenséget okozna a részéről, az áráról, a termék információkról leveheti a polcról, elolvashatja, mérlegelheti, hogy melyiknek mennyibe kerül az ára, és anélkül, hogy kellemetlenül érezne magát és a gyógyszerésszel lepakoltatna 8 készítményt, és a végén nem viszel semmit, nyugodtan távozhat anélkül, hogy
nem vásárol semmit, illetve itt állunk folyamatosan és készséggel állunk rendelkezésre, hogyha szakmai információra van szüksége, de mégis válogathat, és ez a válogatás szabadsága, ami fontos. A másik fontos dolog az, hogy most már nem árazzuk a termékeket a beruházás óta, tehát nem az terméken szerepel az ára, hanem előtt egy úgynevezett pricer található, ami mindig folyamatosan napra kész árakat ír ki, és minden törvényi előírásnak megfelelően egységárat is kiír, ez még könnyebbé teszi a betegek számára a tájékozódást. Óriási fejlesztések vannak a gyógyszertárakban is, nyilván ezek mind nagyon nagy beruházások. Egyre inkább a robotika irányába megyünk el, úgyhogy most az legújabb trend a szabad polcos után, amit mi is megvalósítottunk, és a díjat is ezért kaptuk, mert vidéki patikák között elsőnek számítottunk ebben, hogy egy településen ilyen jellegű beruházás van. Az a következő azok a gyógyszertári robotok, amikor beütjük a gyógyszerkészítményeket, és nem a kolléganők készítik össze a gyógyszereket, hanem robotok fogják összekészíteni. Ezek több százmilliós beruházások, a jövőbeni tervünk az természetesen az, hogy itt is megteremtsük a feltételeit ennek. A munkaerőhiány kiküszöbölhető vele, illetve a tévedések valószínűsége, tehát a jövő az biztosan a robotika lesz a gyógyszertárakban is. Kicsit visszatérve a jelenre, hányan dolgoznak itt a patikában? Jelenleg 10 dolgozunk, 3 gyógyszerész és az asszisztenseink. Nyilván ez egy folyamatosan bővülő információs munka. Én 20 éve végeztem az egyetemen, és annyi újítás és újdonság van azóta is gyógyszerható anyagokban, hogy nagyon nehéz és folyamatos képzéssel tudjuk ezeket lekövetni. Óriásit fejlődött az onkoterápia, illetve a diabétesz például az elmúlt időszakban az inzulin pumpáknak köszönhetően itt is egyre jobban a technika bejön az orvostudományba, és azonnal, ahogy méri a vércukorszintet, adagolja az inzulint, ami gyerekeknél, vagy akár sportolóknál, fiatal cukorbetegeknél óriási fejlődések. Akkor amit ezek a pricerek tudnak, egyrészt jelzi a promóció vagy akció jel azt, hogy ez a készítmény most akciós. Látható az ára, és egy pici változás vagy váltás után a milliliterenkénti egységára is látszik. Ugye ez fogyasztóvédelmi szempontokból fontos, illetve a vásárló össze tudja hasonlítani az árakat. Ezek a pricerek, ezek kommunikálnak a számítógépeinkkel. Ez azt jelenti, hogy ha a bevételezésre kerül egy számla, akkor másodperceken belül átírja az árát, és árváltozás történik. Ezt a patikában 2 egység, 2 ilyen UFO alakú egység biztosítja, ami Wi-Fi-n keresztül kommunikál a pricerekkel, és átíródnak az árak. Tulajdonképpen ez volt az egyik innováció, amiben egyediek voltunk, amikor a patika átalakítását megcsináltuk. Ingyenes táborral várja a rászoruló gyermekeket a Nők a Családokért és Gyermekekért Egyesület. A július 1-én kezdődő tábor részleteiről Kunstár Pálné Irénkét kérdeztük. A Nők a Családokért és Gyermekekért Egyesület ingyenes táborral készül a nyárra. Mit lehet tudni erről a táborról? Erről a táborról sok mindent lehet tudni, lehet, hogy egy kicsit puskázni is fogok. Körülbelül 20 gyereket tudunk fogadni, július 1-től 4-ig, reggel 9-től délután 3-ig lesz. Nyilván olyan családokat várunk, akik örömmel veszik ezt az ingyenes tábort. 8-tól 12 éves korig lehet jelentkezni, jelenleg 14 gyerek van már, akit fogadtunk, és még így 6 gyereket tudunk fogadni. Ez a tábor itt lesz a könyvtár udvarba, egy nagyon kellemes helyszínen, és dr. Borcékus Alexa lesz velünk, azon kívül még a Bitólora, és egy óvónénit is, a Bárkányi Magdikát is kértem, hogy segítsen nekem, mert én szeretem, ha többen vagyunk, mert azért csak ismeretlenek a gyerekek, és a felügyelet az nagyon fontos.
Azon felül lesz a doktor Sejben Győző, aki mint rendőr fog segíteni nekünk különféle mutatványokba. Nyilván olyan, ami tanul is a gyerek belőle, meg játékos is lesz, szóval nem szigorú rendőrként, meg Sejben Józsi is. Őt is megkértem, hogy legyen ott azon a délutánon, és segítsen a Győzőnek meg a gyerekekkel együtt örülködni. A napi programokban közös társasozás, közös ismerkedés, azon felül lesz lovaglás, azon felül lesz úszoda, azon felül lesz fagylaltkészítés, fagylaltozás, szállodába fogunk ebédelni, és egy csodálatos kalács sütéssel fogjuk zárni a csütörtöki napot, ahol a gyerekek megtanulnak kelt kalácsot sütni. Én rájuk fogom hagyni, ők fogják gyúrni, nyújtani, sütni. Én azt gondolom, hogy ennél szebb zárás nem kell az együtt töltött 4 naphoz. Ez egy ingyenes tábor, nagyon fontos, hogy hátrányos helyzetűeknek. Kik jelentkezhetnek, meddig és milyen formában a táborra? Hát addig jelentkezhetnek, amíg a 20 személy nincs meg, és hát aki úgy érzi, hogy valóban nagy segítség. Én azt mondom, hogy én ezt a szülőkre bízom, ha valaki úgy érzi, hogy ez tényleg segítség lenne neki, örömmel fogadjuk. Örömmel fogadjuk. Telefonszám fönt van, elérhetőség. Én azt hiszem, hogy mindenki ismer engem itt Kisteleken, és az elérhetőségemet megtalálják, megtalálnak, és nagyon szívesen segítek minden olyan családnak, aki úgy érzi, hogy ez a gyereknek nagyon jó. Eddig, akiket fogadtunk, örömmel veszik, és ez nekem külön egy nagy öröm tényleg, ha a gyereknek örömet tudunk meg a szülőnek. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk az Ópusztaszeri alkotótáborba, megismerkedhetünk egy kisteleki testvérpár Görkorcsolya sikereivel, és a Kisteleki Általános Iskola tanévzáró ünnepségét is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!